Ezúttal azzal a témával fogunk foglalkozni, ami rengetegszer előkerül, és valahogy mégsem teljesen világos a legtöbb ember számára. Mint mindig, az írások most is a segítségünkre lesznek, és meg fogjuk nézni azt, hogy mit is jelent a megtérés valójában. Ezt a kutatást el fogjuk kezdeni Debarim, vagy 5 Mózes 4-es fejezetben, ahol a 23-as versben így ír Mose. Vigyázzatok, azaz se már, hogy Jahuának a ti Elohimeteknek szövetségéről, berít, melyet kötött veletek, el ne feledkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, amiképpen megparancsolta Jahua a te Elohimet. A vigyázzatok vagy se már azért érdekes, ugye ezt a szót használja, amikor azt mondja, hogy hald, Izrael, se már, úgy mint megőriz, vigyázz valamire biztonságban tart, vagy oltalmaz, követ valamit, vagy pedig engedelmeskedik valaminek. Létezik egy szövetség, mely berít, melyre emlékezni kell, és engedelmeskedni kell erre a szövetségre. Ez az, amire Mósé figyelmezteti Izrael. És persze mindenkit, aki ennek a szövetségnek részese szeretne lenni. 24-es vers így szól. Mert Jahua, te Elohimed, emésztő tűz, féltőn szerető Elohim ő. Hogyha majd fiakat és unokákat nemzesz, és megvénhettek azon a földön, és elvetemettek, és csináltok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, és gonoszt cselekeztek Jahuának, te Elohimednek szem előtt, haragra ingerelvén őt. 26-os versben ezt mondja, bizonyságul hívom ellenetek e mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt. Nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla. Ha visszamegyünk, látjuk, hogy arról beszél, hogy a szövetségre vigyázniuk kell, különben annak ez lesz a következménye, hogy kipusztulnak. A szövetségnek megvan a szabályrendszere, az utasítások, melyek ehhez tartoznak, és nekik az szerint kell élni, ugyanúgy, ahogy nekünk, amennyiben része akarunk lenni ennek a szövetségnek. Az ég és a föld a tanúk arra, hogy ez a szövetség megköttetett, és mindenki, aki csatlakozni szeretne ez a szövetséghez, annak van egy utasításrendszer, egy adag instrukció, melyet követnie kell, és akkor részese lehet ennek. Amennyiben nem úgy él, akkor annak ez a következménye. 26, illetve a 27-es versben így folytatja. És Jahua szétszórt titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket Jahua. Ez természetesen azokra a fogsági időszakokra utal, melyeken Izrael népe áthaladt a történelem során, Asszíria, Babilon, később pedig ugye a Római Birodalom, majd pedig napjainkban az egész világ. Kipusztulnak a földről, és szétszórja őket a népek közé, hiszen nem úgy viselkednek, ami a szövetség szerint való. 28. És szolgáltok ott emberi kéz által csinált Elohimeknek, fának, kőnek, melyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, és nem is szagolnak. És akkor megkapják, amit mindig is akartak, szolgálhatnak össze-vissza mindenféle, úgymond isteneknek. A 29-es verstől kezdődik el az, amire igazából fókuszálni fogunk. Meg szerettem volna mutatni, hogy mi a szövegkörnyezet, hogy a lehető legjobban megértsük azt, amiről a megtérés szól. Elfordulnak a szövetségtől, bűnben élnek, megtagadják Jahuát, ezért büntetés jár, és ekkor ez a teendő Mosé utasítása szerint a 29-es versben, de ha onnan keresed meg Jahuát, a te Elohimedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt. Teljes szívedből ez lebab, úgy, mint valaminek a közepe, vagy a belseje, a dolognak a lényege, vagy a dolog maga, ugyanúgy érvényes az emberre is. Ez az emberi személyiségnek a központja. Teljes szívéből kell az embernek keresni Jahuát. A teljes lelkedből pedig nefesh, úgy, mint lélek, vagy psziché, a görögben ugye, vagy anima. Lélegzet, lehellet az ember belsejének élő része,
élőlény. Egyébként az embert magát is jelenti. De az ember jellemét vagy karakterét, úgy, mint az akarat székhelye vagy a mentális központ, illetve egy érzelmi központ. Az egész embernek ezt kell akarnia, hogy visszatérhessen Jahuához és ebbe a szövetségbe. Teljesen mindegy, hogy hol van az ember, amennyiben ezt akarja, vissza fog tudni térni hozzá. 30-as vers, mikor nyomorúságban leszel, és utolérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz Jahuához, a te Elohimethez, és hallgatsz az ő szavára, sem már, nem csak, hogy hallod, vagy meghallod, hanem engedelmeskedsz is neki, és érted, amit mond, akkor nézzük meg, mi történik. 31-es vers, mert irgalmas Elohim Jahua, te Elohimed, nem hagy el téged, sem el nem veszít, sem el nem feledkezik a te atyáidnak szövetségéről, ami ugye a brit, amely felől megesküdt neki. A megtérsz szó az egyébként a héber shub kifejezés, ami három karakterből áll, shin, vav és egy bet. Annyit tesz, mint hogy megfordul, visszafordul, fordulatot vesz, vagy hátraharcot csinál. Visszatér valahová, vagy pedig elfordul valamitől. Úgy, mint amikor valaki hátat fordít Elohimnek, vagy pedig megtér és visszatér Elohimhez. Shub tehát a kifejezés, melyet a Tanakh használ arra, amikor az ember megtér és elkezdi járni Jahua útját. Ami annyit tesz, hogy megismeri az ő toráját, az ő instrukcióit, és azok szerint él. Természetesen teszi ezt hitből, ez nem változott, és ugyanez a helyzet a Brit Hadasában, a megújult szövetségben is. Ez a három karakter egyébként a Shin, ami a két metszőfogat ábrázolja, azután a Vav, ami egy szeg, illetve a Bet, ami egy ház lesz. A Shin az elpusztítani, vagy pusztítás, de egyébként vágni, nyomni valamit. A Vav az a szeg, ami hozzád biztosít valamit, és a Bet az egy ház, család, vagy pedig leszármazottak. Amennyiben megtérésről van szó, értelmezhetjük úgy is, hogy a pusztulástól biztosítja a házat, vagyis megmenti a családot. Azonban, hogyha elfordul valaki Jahuától, akkor pedig a pusztítást hozzáadja, vagy csatlakoztatja ehhez a házhoz, vagy családhoz. Amiről itt beszél, az az, hogy hallgatnia kell Jahua szavára az embernek, különben nincsen szó megtérésről. Azt mondja, hogy amennyiben megtérsz Jahuához, és hallgatsz az ő szavára. A hallgatsz az sem már, ami annyit tesz, mint hogy engedelmeskedsz valakinek, vagy engedelmeskedsz ennek a szónak. Értelmezi az ember, és aztán engedelmeskedik neki. Nem egyszerűen csak hallgatja, mint ma a legtöbb ember. És akkor majd Jahua sem fog elfelejtkezni erről, a britről, vagy szövetségről, és visszafogadja azt az ember. Még egy dolgot azok figyelmébe ajánlanék, akik azt mondják, hogy mi már az új szövetségben vagyunk, és nem érdekes az, ami korábban történt, legalábbis, hogy nem olyan jelentőségű. Amit ő mond, az ez, mert tudakozzál a régi időkről, melyek te előtted voltak, a manaptól fogva, melyen Elohim ember teremtette földre, és pedig az égnek, vagy Samaimnek a szélétől, az égnek széléig. Ha történt-e, e nagy dologhoz hasonló, vagy hallatszott-e ehhez fogható? Tudakoznunk kell, meg kell ismernünk azt, ami történt korábban, annak érdekében, hogy tanuljunk belőle, és aztán meg tudjunk térni. Szükség van arra az ismeretre, amit ezekből az írásokból nyerünk ahhoz, hogy meg tudjunk térni, hogy meghallgassuk azt, ami az ő szava, és meg tudjuk érteni azt, és azután úgy tudjunk élni. Ebben a néhány versben leírja azt, hogy mi a megtérésnek a folyamata, és miért van erre szükség. A körülmények alakulnak, természetesen módosulnak, azonban Jahua nem változik meg. És ami volt, az ugyanúgy ma is van, még akkor is, ha másképp néz ki. Az ember feladata nem változott, ugyanaz maradt. Féld Elohimet, és az ő parancsolatait megtartsad, ez az ember fő dolga. Most, hogy értjük, mit is jelent a megtérés, megnéztük, hogy mit jelentenek a karakterek a héber szóban shub, illetve megvizsgáltuk ennek a jelentését, nézzük meg az első előfordulását. Nagyon sokat nem kell erre várni,
Ez Bereshit vagy 1 Mózes 3, 17-es verstől így szól. Ez természetesen már a bűnbeesés utáni időszak, amikor is mindenki megkapja maga ítéletét. 17-es vers az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál, Shema, ugyanaz a szó, amire azt mondta az előbb Debarim, vagy 5 Mózes 4-es fejezetben, hogy hallgatsz Jahuára, itt ugyanez okozta a problémát, hogy mivel hogy hallgattál a te feleségednek a szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, szavá, hogy ne egyél arról, ezért mi a büntetés? Átkozott legyen a föld, te miattad fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. 18. Töviset és bogáncskórót teremjen te neked, és egyed a mezőnek füvé. 19-es az, ahol előfordul a súb, kétszer is egyébként. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, ami súb, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Ez a szó visszatérsz a földbe, és az, hogy ismét leszel por, ez súb a héberben. Láthatjuk tehát, hogy azt jelenti a kifejezés, amikor az ember elfordul valamitől és visszatér egy másik állapotba. Itt ugye fizikális állapotról van szó, míg Dabarim 4-es fejezet egy spirituális helyzetet írt le, amikor az ember elfordul Jahuától és visszatér hozzá. Az is egyértelmű, hogy az állapot megváltozik a súb, vagy visszatérés, vagy megtérés után, hiszen az ember visszatér a földbe, ugye az életből vissza a halálba, és az ember visszatér a porba, ebből a fizikális testből por lesz. Egy változást is magával hoz súb, vagy a megtérés, vagy visszatérés. Érdekes lehet az a párhuzam, amikor hallgat az ember valaki másnak a szavára, és utána abból ugye halál lesz, ez az eredménye, hallgatott a felesége szavára, a feleség hallgatott Satán szavára, és ennek az eredménye halál lesz, és amikor megtér az ember, vagy visszatérve súb, akkor ugye itt meghal, amennyiben viszont Jahuára hallgatunk, és hozzátérünk meg, annak élet lesz az eredménye. És ugyanazokat a szavakat használja, hallgatsz Shema itt, illetve megtér vagy visszatér, mint súb, amit az imént olvashattunk Bereshit 3-as fejezetben. Amennyiben valaki az ő szavára hallgat, azt keresi, annak engedelmeskedik, abból nem lehet probléma. Bármi más azonban problémákat okozhat, és általában problémát is okoz. Nem akartam itt maradni Debarim 5 Mózes könyvben, de mégis a 30-as fejezetet nem lehet megkerülni, úgyhogy nézzük, hogy mi az, amit itt tanácsol Jahua az embereknek, illetve hát Mózesen keresztül Jahua. Még annyit hozzátennék előtte, hogy a kékkel megjelölt szavak, a héber kifejezés súb különböző megjelenései ebben a fejezetben. Így kezdődik, és ha majd elkövetkeznek rád mind ezek, az áldás és az átok, melyet előttbe adtam neked, és szívedre veszed azt a ma nemzetek között, akik közé oda taszított téged, Jahua, te Elohimed, ez a szó veszed, ez súb. A szívedre veszed, azaz a szíved el fog akarni fordulni attól az úttól, amit te követsz. És mit csinálsz? Megtérsz, azaz súb, Jahuához, a te Elohimedhez, és hallgatsz az ő szavára, Shema, mind aszerint, amint én parancsolom neked e napon, te, és a te fiaid teljes szívedből, teljes lelkedből. Hogy lehet azt mondani, hogy a hit az már az új szövetségben jött el, és nem volt jelen a Tanákban, mikor egyfolytában arról beszél? Teljes szívből, teljes lélekből, az a hitre utal. Az ember szíve lébáb, ami az ember maga, a lélek pedig az, ami az embert élővé teszi. Ez a nefes, ami az ember maga, szív és a lélek együtt dolgozik. Leb és a nefes együtt kell, hogy visszatérjen Jahuához. Hogyan? Úgy, hogy hallgat az ő szavára. De ezt egyébként ki fogja fejteni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Mi történik ekkor? Akkor visszahozza majd Jahua, súb, a te Elohimed, a te fogjaidat, és könyörül rajtad, visszahozván összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közé odaszór téged, Jahua, a te Elohimed.
hogy mi közünk van nekünk ehhez, az, hogy ugyanazt szeretnénk mi tenni, amit ez a nép akkor. Ugyanaz volt az elvárása, a kérése az emberiség felé mindig Jahuán. Térj meg, hallgass az ő szavára, és járj azon az úton, melyet ő kijelölt neked. Ekkor lesz ő a te hatalmaságod, a te Elohimed, a te vezéred. Ekkor lesz Jahua veled. A cselekedet az, ami megmutatja, hogy az embernek hol van a szíve. Ez az, amit szeretett volna. És ez az, amit szeretne most. Ráadásul felszólított mindenkit, hogy tudakozzátok a régi időket, és abból lehet majd tanulni. Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnan is összegyűjt téged, Jahua, te Elohimed, és onnan is felvesz téged. Elhoz téged, Jahua, te Elohimed a földre, melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt, és jót tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat. Azaz hajlandó megbocsájtani, mikor, amennyiben az ember visszatér hozzá az ő instrukcióihoz, hallgat az ő szavára, az ő parancsolatai szerint teljes szívből, teljes lélekből. Ez volt a feladat, és ez is a feladat, sőt, megmondja, hogy a szív körülmetélése már ekkor is követelmény volt. A hatos vers így szól, és körülmetéli Jahua te Elohimet, a te szívedet és a te magodnak szívét, hogy miért? Azért, hogy szeresd Jahuát a te Elohimedet teljes szívedből, teljes lelkedből, azért, hogy élj. Ugyanúgy, ahogyan azt a Mássiák mondta, például Márk 12-es fejezet 33-as versben. Ez az egy vers szak megmutatja, hogy mi a követelmény, és mi az, amit tennünk kell. Szeresd Jahuát, teljes szívedből, teljes lelkedből, ez a szív körülmetélése, és aki ezt fogja tenni, az utána hallgat az ő szavára, visszatér hozzá, úgy, mint hogy megtér, vagy súb, és jár a parancsolataiban, ez, amit Jahua szeretne. 8-as versben azt írja, hogy te azért térj meg, vagy súb, és mit csinálj? Hallgass Jahua szavára, sem má, mi a szava, kol, az a hang, ami tőle kijön. Mit csinálj? Teljesíts minden parancsolatát, mitzvá, melyeket én e mai napon parancsolok neked. Két verszakkal előtte írja le az, hogy körülmetéli a szívét, és szeresd Jahuát teljes szívedből, teljes lelkedből, utána leírja, hogy mit jelent ez, ez a megtérés, és ez úgy nyilvánul meg, hogy az ember teljesíti minden parancsolatot, amit e mai napon parancsolt neki. Akkor ezt jelentette a szív körülmetélése, akkor ezt jelentette szeretni Jahuát, és teljes szívből, teljes lélekből járni az ő útját, ugyanúgy, ahogy ma ezt jelenti. A megtérésnek, a hitnek, a szeretetnek, ennek az útnak semmi köze nincs ahhoz az érzéshez, amit a legtöbb ember követ. Ahhoz a rózsaszín ködhöz, amelyről azt hiszi, hogy az majd a végén elegendő lesz. A hit cselekedetek nélkül halott. Még egyszer megmutatom, hogy mi is ez a folyamat. Megtérsz Jahuához, a te Elohimedhez, hallgatsz az ő szavára, a parancsolatok szerint, és teljes szívből, teljes lélekből ezt fogod csinálni. Ezt akarod csinálni teljes szívből, teljes lélekből. Ez a megtérés folyamata. Ez után az történik, hogy Jahua körülmetéli a szíved, és a magodnak szívét, azért, hogy szeresd, és teljes szívből, teljes lélekből élj úgy, ahogyan ő azt akarja. Térj meg! Elmondja, hogy a megtérés az ez, hogy hallgatsz az ő szavára, és teljesíted minden parancsolatát, melyeket ő parancsolt nekik. 10-es versben megismétli még egyszer, hogy ha hallgatsz Jahuának, a te Elohimednek, semá hallgatsz szavára, ami kol, ami kijön a száján, ami elhagyja a száját, megtartván az ő parancsolatait, semár megőriz, vigyázz rá, követ, engedelmeskedik, megtart, figyel, a hallgatsz, semá, és a megtart, vagy engedelmeskedik, ugyanabból a szótőből ered. Mert számukra az, hogy valaki hallgat, nem annyit tett, hogy ül a rádió előtt és bambul ki a fejéből, hanem az, hogy megérti, és engedelmeskedik, és megtartja, és oltalmazza azt, és felelős érte, és felügyel rá, és úgy él azután. Ezért mondja Saul azt, hogy a hit hallásból van.
a hallás pedig Elohim igéje által. Ugyanezt mondja itt is, ha hallgatsz Jahuának a szavára, és megtartod az ő parancsolatait, és rendeléseit. Parancsolat úgy, mint mitzvá, rendelés pedig úgy, mint huká, melyek megvannak írva hol e törvénykönyvben. És ha teljes szívedből és teljes lelkedből súb megtérsz Jahuához, a te Elohimedhez. Szó sincs arról, hogy ő azt akarta, hogy itt mint robotok kövessék, aztán kitalálta, hogy lehet, hogy jobb lesz, hogyha nem csinálnak semmit, csak mondogatják. Mindig is a kettő közötti keskeny út volt az, amelyre ő terelni akarta az embereket. És leírja ebben a verszakban is, az emberek nem tudják, mert nem olvassák. Világosan elmondja, hogy ha hallgatsz rá, és megtartod, ez a két szó ugyanarról a szótőről ered. Semá. Hallgatsz, se már megtartod. Mit? A parancsolatot, rendelések, amely megvan írva a törvénykönyvben, és ehhez hozzáteszed az, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből odafordulsz hozzá. Akkor fog majd ő veled lenni. Akkor leszel te az ő barátja. És az ő gyermeke. Akkor fog együtt járni a kettő. Azt javaslom mindenkinek, hogyha semmire nem emlékszik az egész könyvből, 5 Mózes 30-as fejezetet jegyezze meg magának, mert ez összefoglalja mindazt, ami az embernek szükséges ahhoz, hogy megismerje Jahuát és az ő útján járjon. És ha tovább mennénk, amit nem fogunk most, de mindenkinek azt javaslom, hogy otthon olvassa tovább a 11-es verstől, az egyik legnagyszerűbb szakasz az egész könyvben. Nyilvánvaló módon Ájob vagy Jobb szintén tisztában volt ezzel a koncepcióval, hiszen a 36-os fejezetben ezt olvashatjuk Jobb könyvében. Ez Elihu egyébként, aki most beszél. Várj még egy kevéssé, azaz várj egy kicsit, majd felvilágosítlak, mert Elohimért még van mit mondanom. Tudásomat messzünnen veszem, és az én teremtőmnek igazat adok. Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság, tökéletes tudású áll melletted. Az én beszédem nem hazugság, arról beszél, hogy amit mond ő az igaz, hiszen ez nem a saját tudása, hanem ez Elohimtől jön. Ímé Elohim hatalmas, mégsem vet meg semmit, hatalmas az ő lelkének ereje. Elohim az, akiről beszél. 7. versben ezt írja. Nem veszi le az igazról szemeit, az igaz cadik, az, aki törvényes, aki jogos, sőt, a királyok mellé a trónba ülteti őket örökre, hogy felmagasztaltassanak. Ugyanazokról a trónokról beszél, amikről olvashatunk jelenések könyvében többek között. Már ekkor is nyilvánvaló volt, hogy mi lesz a vége az egész történetnek. 8-as verstől lesz érdekes számunkra, és ez így szól, ha békjóba veretnek és fogva tartatnak a nyomorúság kötelein, ahogyan azt olvashattuk 5 Mózesben, ugye az a következménye az elfordulásnak, amennyiben itt lesznek, az emberek nyomorúság veszi őket körül, akkor mit csinál Elohim, ez a 9-es versben van leírva? Tudtukra adja cselekedetüket és vétkeiket, hogyha elhatalmaznak rajtuk. Ugye az, hogy elhatalmaznak rajtuk, azt jelenti, hogyha amennyiben elhatalmasodik rajtuk a bűnük. De egyébként a Káldi, bocsánat, a Szent Imre ezt írja, így veti szemükre azt, amit tettek, és bűnüket, hogy ellene fellázadtak. A Káldi írja azt, hogy megjelenti nekik tetteiket, bűneiket, hogyha erőszakot cselekedtek. Ahogyan azt olvashattuk az előzőekben. Amennyiben megértjük azt, hogy rossz úton járunk, hallgatunk rá, megtérünk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, és járunk az ő torájában, akkor leszünk teljesen az ő gyermeke, és akkor tudjuk Jahua útját járni. Tehát ő a tudtunkra adja ezt, és megnyitja füleiket a feddőzésnek, és megparancsolja, hogy a vétekből megtérjenek, azaz súb. Megnyitja az ember fülét, ezt mondta az előbb Dabarimban, mikor azt mondja, hogy ha hallgatsz Jahua szavára, Jahua az, aki megnyitja az ember fülét, azért, hogy értse az ember, hogy miről is van szó. De mire nyitja meg a fülét? A feddőzésnek nyitja meg. Ez pedig nem más, mint muszár, úgy, mint tanítás, útmutatás, példa, korrekció, javítás vagy helyesbítés. Szóval megértjük azt, hogy mi az ő tanítása, az ő útmutatása, az a példa, amit ő akar.
Javítás vagy helyesbítés. De én arra fókuszálnék, hogy tanítás, tan, útmutatás vagy példa. Már csak azért is, mert a Tora szó annyit tesz, mint oktatás, tanítás, útmutatás, képzés, utasítás vagy instrukció, viselkedés vagy szokás. Ez az, aminek megnyitja az ember fülét, hogy megértse azt a tanítást, és megparancsolja nekik, hogy megtérjenek a vétekből. A már ez a kifejezés, úgy, mint hogy szól, beszél, vagy pedig mond valamit az embernek. Elohim az, aki hívja magához az embereket, és az ember reagál erre. Mellesleg ez ugyanígy kéne, hogy működjön egy férfi-nő kapcsolatban. Megmutatja a vétket, azután megnyitja az ember fülét az ő tanításának, és utána elvárja, hogy az ember a bűnből megtérjen. Ez egyébként aben, vagy aben, úgy, mint csapás, baj, vagy szerencsétlenség, de egyébként gonoszság, vagy báványimádás. Romlottság, gonoszság, igazságtalanság. Ez, amiből az ember megtér, azaz súb, vagyis elfordul arról az útról, ahol addig járt. És utána elmondja azt is, hogy milyennek a következménye, ha engednek és szolgálnak neki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségben, ugyanúgy, ahogyan azt megígérte 5 Mózes 30-as fejezetben többek közt. A folyamat mindig ugyanaz volt a kezdetektől a végéig. Ez bizonyítja Jób, ezt mutatja a Tora, és erről beszél a Mássiák. Nézzük, mi az, amit Dáud vagy Dávid ír erről a 78-as Zsoltárban. Izraelről fog beszélni természetesen is Elohimről. 31-es vers így szól, mikor Elohim haragja felgerjed ellenük, és főbjeik közül sokat megöle, a főbb az ugye a vezetői az országnak vagy a közösségnek, és Jesrelnek fiait levágá, mind a mellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csoda dolgaiban. Szeretném, ha mindenki nagyon fókuszál arra, amiről beszél. Azt mondja, hogy mindemellett újra vétkezének, hatá, úgy, mint hogy téveszt, eltéveszti a célt, vagy hiányt szenved, vétkezik, bűnt követel, és mit csinál? Nem hisz az ő csoda dolgaiban. Aki nem hisz, az vétkezik. Vétkezik és nem hisz. Ugyanúgy, ahogy a ma is él a legtöbb ember. Azt mondja, hogy ő hisz, de mivel vétkezik, ezzel az bizonyítja, hogy igazából nem hisz. Hisz, aki valójában hitben él, az fenntartja, támogatja vagy alátámasztja az ő szavát, azt, amit ő mondott. Így bizonyítja azt, hogy hisz. Ezt jelenti a szó amán. Gondviselő, tápláló vagy nevelő. Bizakodó, megbízható, hűséges ember. Nem vétkezhet az ember és hihet egyszerre. Sőt, hiába valóságban töltötte el napjaikat, úgy, mint ma. A hiába valóság az valami olyasmi, ami haszontalan, ami mulandó, ami értéktelen, olyan, mint a gőz, vagy a pára, vagy a köd. Mondogatni azt, hogy az ember szereti, hogy ő mennyire imádja a szavát, vagy a megváltót, és közben nem úgy él. Ez a hiába valóság. Eddig arról beszélt, hogy felgerjedt a haragja ellenük, azért, mert bűnt követtek el, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Ugyanúgy, ahogy ma az emberek töltik egyébként napjaikat, hiába valóságban. És amikor problémájuk van, akkor találják meg őt. Ugyanúgy, ahogy ezek az emberek, ha ölte őket, hozzáfordultak, megtértek, ami súb, és Elohimet keresték, mint ma az emberek. Problémáik vannak, mert bűnben élnek, Jahua hívja magához őket, ekkor megtérnek, ekkor találják meg, ekkor keresik, ekkor történik meg az, amit súbnak hív, vagy az ember visszafordul. 35. Eszükbe vevék, magyarul eszükbe jut, hogy Elohim az ő sziklájuk, és a felséges Elohim az ő megváltójuk. És mit csinálnak? Pontosan azt, amit ma a legtöbb ember hízelkednek neki a szájukkal, nyelvükkel pedig hazudozának neki. Szóval közelednek hozzá, beszélnek, mondják, hogy mennyire imádják, ugyanakkor az ő szavát, ami az ő karaktere, azt megtagadják, sőt, az bűnnek állítják be, vagy rabságnak, vagy egy negatív dolognak. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő
szövetségéhez. Ugyanúgy, ahogy ma leírta, többek között 5 Mózes 30-as vagy a 4-es fejezetben, hogy mi az ő szövetsége, az ő parancsolatai, az ő szövetsége, a Tora, az útmutatás, az ő tanítása, az ő oktatása, az ő szövetsége. Azok az emberek, akik megtalálják őt, mikor bajban vannak, és mondják, de nem úgy cselekszenek, azokról van szó, akik hízelegnek a szájukkal, és hazudoznak neki, de a szívük belül, ami léb az ember közepe, az nem tökéletes ő irányába. Úgy tökéletes, mint hogy megalapozott, erősen áll, valami helyén való, vagy igaz, vagy helyes, vagy stabil, erős, vagy álhatatos, rezzenéstelen egyébként. Nem inog meg semminek a hatására. Biztos, vagy bizonyos. Nem ilyen az ő szívük, nem lehet ilyen, hiszen nem hűségesek az ő szövetségéhez. Az, aki hűséges az ő szövetségéhez, az úgy él. Egyébként amán a kifejezés úgy, mint hogy hűséges az, aki fenntartja, az előbb beszéltük meg. Az, aki úgy él, aki bizakodik ebben, aki hűséges, és úgy is cselekszik. És láttuk, hogy mi az ő szövetsége. Újra és újra ugyanazt a folyamatot írja le mindenki. Megtértek ezek az emberek, viszont ez nem volt elégséges azért, mert nem voltak a cselekedeteik olyanok, hogy bizonyítsák ezt. De az alapvető probléma az volt, hogy a léb, a szíve az embernek nem volt igaz. Nem állt szilárdan benne az ő tanításában, hiszen elfordulnak az ő szövetségétől. Csak mondogatják, hogy ő szeretik, mindaddig, amíg ez nem jár kellemetlenségekkel az ő életükre nézve. És ezt erősíti meg mindenki, akit eddig olvastunk. Erről beszél Tehelim vagy Zsoltárok, a Jób könyvében ezt olvastuk, de a Torában erről volt szó Barasítben, és ugyanúgy Dabarim 4-es és 30-as fejezetben szintén. A hit cselekedetekkel kell, hogy párosuljon, és ez így volt a Tanákban, ezt most láthatja mindenki. A következő, amit meg fogunk vizsgálni, ez Malakiás 3-as fejezet lesz, amiről rengeteget hallott már szerintem mindenki, remélem, hogy a 6-os verset mindenki fejből tudja. De nézzük meg az elejétől, hogy mi is az, amiről szól a fejezet. Ímé elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába Jahua, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, ímé eljön, azt mondja a seregeknek hatalmassága, vagy Jahua Tsebaó. Ez ugye Jehusa Hamásiákról beszél. Mindenki koncentráljon oda nagyon, hogy mi az, amiről beszél. Kicsoda szenvedhet él az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvös tüze és a ruhamosónak a lúgja. Mind az ötvös tüze, mind a ruhamosónak a lúgja kiszedi a koszt, a szennyeződést, azt az anyagot, amire nincs szükség, a felesleget, a szemetet, abból, amire viszont szüksége van, ezért használja az ötvös tüzét, illetve a lúgot, hiszen eltávolítja a nem kívánatos részeket, azokat az embereket, akikre nincs szükség, vagy a bűnt az emberből. Vagy a bűnt, vagy azokat, akikre nincs szükség, a gazd, azt, amitől meg kell szabadulni. És ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot Jahuának. Igazság a lényeg, hiszen az ember, mint ahogy most is, beszél, mondja, gondolja, érzi, de a cselekedete nem azt bizonyítja. Ezért mondja, hogy ők viszont igazsággal fogják vinni ezt. Ez szadeká, úgy, mint becsületesség, vagy pedig szabadulás, jólét, igazságosság, az ő torájával megegyező cselekedetek. És kedves lesz Jahuának Jahuda és Jerusalaim ételáldozata, mint a régi napokban az előbbi esztendőkben, mert ítéletre indulok hozzátok, gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, paráznák, hamisan esküdők ellen, azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet, az árvát, akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, ezt mondja Jahua Tsebaó, vagy a seregeknek hatalmassága. Megbünteti a bűnösöket. A bűnös az, aki nem az ő útmutatása szerint él, aki a Tora ellenére cselekszik. Ezeket fogja megbüntetni, majd az a követ, akit elküld, hogy megtisztítsa az utat előtte. 6-os vers, mert én, Jahua, nem változom meg, ti pedig Jakob fiai nem emésztettek meg.
Megígéri nekik, hogy nem emésztetnek meg, megtisztítja őket, mitől? A bűntől tisztítja meg őket. Mit jelent ez a folyamat? Azt, hogy térjenek meg. Hetes vers. Atyátok idejétől fogva eltértetek a rendeléseimtől, és nem tartottátok meg, térjetek hozzám, súb, és én is hozzátok térek, súb ugyanúgy. Azt mondja a Jehuva Szebaó, vagy a seregek hatalmasága, de azt mondjátok, miben térjünk meg, súb. Az ő rendelései, ez a kifejezés, ez hok, úgy, mint rendelés, ez egy döntés, vagy egy határozat, vagy előírás. Ez egy tevékenység, ami számukra ki van jelölve. Arról nincs is szó, hogy itt ugye már siákról beszél, aki eljön, megtisztítja az utat, és még mindig az ő rendeléseihez hívogatja vissza őket. Azt mondja, hogy térjetek meg hozzám, mert eltértetek az én rendeléseimtől. Érdekes módon ez sur, ez a kifejezés, hogy eltértetek, míg sub az, hogy visszatérnek hozzá. Mit csináltak ezek az emberek? Ugyanazt, mint ma? 14-es vers. Azt mondtátok, hiába való Elohim szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, mesmeret, úgy, mint a rendeleteit, a határozatait, az ő utasításait, vagy az ő szolgálatát, és hogy alázatosan járunk a seregek hatalmassága, vagy a Jehuva Szebaó előtt. Ugyanez van ma is, nem? Minek megtartani, mikor már kegyelem alatt vagyunk? Jézus eltörölte, nekünk erre már nincs szükségünk. Ugyanezt mondták akkor, ugyanezt mondják most, csak az oka volt más. Azt mondják, hogy hiába való a szolgálata. Sőt, mit mondanak? Inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, megszabadulnak, noha kísértik Elohimet. Mint ma, bárcsak össze lehetne számolni, hogy hányan mondták, hogy ez vagy az, vagy amaz az ige hirdető, mennyi embernek mondja, meg gyógyít, meg jön, megy, meg intézkedik. Hogy lehet az, hogy ő nem csinálja ezt mégse? Ugyanezt mondták akkor is. Maguknak hirdetik azt, ami az ő igazságuk, ami az ő fejükben van, az ő szívükben van. Hiszen így is, úgy is működik az élet, az eső esik a gonosza és a jóra egyaránt. Nézzük, hogy mi az, amit Jahua tett. 16-os versben tanakodtak egymással Jahuának tisztelői, azok az emberek, akik tisztelik, járé, úgy, mint féli, vagy tiszteli. Jahuának félelme a bölcsességnek kezdete. Féljed Elohimet és az ő parancsolatait megtartsad. Erről szól az egész könyv, erről beszél mindenki. Ezek tanakodtak egymás között. Jahua pedig figyelt rájuk, és hallgatta, hogy miről beszélnek. Samá, úgy, ahogy nekünk kellene őt hallgatni, ő úgy hallgatott minket, érdeklődve hallgatott. Figyelt, értelmezte, megpróbáltam megérteni, hogy miről beszélnek ezek az emberek. Miről volt szó? Arról, hogy figyelt és hallgatott azokra, akik őt tisztelik, akik őt félik, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik Jahuát, és becsülik az ő nevét. Hasab, úgy, mint gondol, vagy kigondol, vagy tervez. Ez jelenti az, hogy becsüli, az egyik jelentése ez. Az, hogy tekint rá, hogy tart tőle, hogy tartja, hogy tulajdonít valaminek valamit. Hogy tervez vele. Az, hogy hisz, vél, hogy tekint, hogy tart valaminek, hogy ezt nagyra tartja, hogy ezt tulajdonítja, hogy számol ezzel az ő nevével. Figyel rá, hogy mi az, amit ők, és egy emlékkönyv iraték ezekről az emberekről, akik az ő nevét félik. És azon a napon azt mondja, hogy a Jehuva Szebaó, vagy a seregek hatalmasága, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Villámgyorsan foglaljuk össze újra az elejéről. Elküldi az ő követét, aki megtisztítja az utat előtte, azért, mert az emberek elfordultak tőle, megtisztítja őket úgy, mint ahogy az aranyat, az ezüstöt, a ruhát megtisztítja a szakember, aki ezzel dolgozik. A bűntől fogja ezt a népet és az egész világot megtisztítani, ez az, amiről beszél az ötös versben, hiszen ő nem változik meg, megmondta, hogy mi az, amit tennünk kell, felszólít, hogy térjetek vissza hozzám, hiszen eltértetek a rendeléseimtől, a Torától, az ő szavától, az útmutatásától, és azokra figyel, az ő füle azok felé hajlik, akik őt félik, és akik azon tanakodnak, hogy hogyan lehetne úgy élni, ahogy ő akar. És ezekről iratik egy emlékkönyv, amiben a cselekedetei az embereknek be van írva. Ezeket az embereket fogja fiává fogadni majd a végén. Mit mond a 18-as versben, amikor befejezi, és megtértek, súb, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között.
Cadik és Rasá Elohim szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt. Hiszen az embernek a cselekedetei fogják megmutatni azt, hogy ő igaz vagy sem, hogy visszatér a rendeléseihez, a Torához, vagy sem, és csinálja azt teljes szívből, teljes lelkéből, teljes erejéből, és szereti Jahuát, és bízik benne, és becsüli az ő nevét, és féli őt. És ez jelenti, hogy megtér valaki, hogy különbséget tud tenni az igaz és a gonosz, és az Elohim szolgálja, és a közt, aki nem szolgálja, hiszen az ember cselekedetei fogják ezt megmutatni, nem az, amit mond. A legnagyszerűbb hely azonban a befejezéshez mindenképpen Chazon vagy Higalú jelenések könyve második fejezet lesz, és nézzük meg, hogy hogyan kezdődik ez. Az efézusbeli gyülekezet vagy Eklészia angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertyatartók között. Jehusa Hamásiák. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted el, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és el nem fáradtál. Négyes verszakban így folytatja. De az van ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Agapé, a szeretet, ugyanaz, mint a héber, a hab kifejezés. Elhagyta a gyülekezet az első szeretetét, ami a legfontosabb az egész úton, amiről ez a videó szólt, és amiről mindegyik másik videó szól. Szeresd Jahuát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első szeretet. Ez után következik minden más. Minden, amit mond az ember, amit gondol az ember, és amit cselekszik az ember. És ők ezt elhagyták ugyanúgy, ahogy a legtöbb ember ma. Ami előtérbe került mára az az, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat. Elfeledkeztünk arról, hogy mik azok a rendeletek, amikkel kifejezhetjük azt, hogy mi szeretjük Jahuát. Nem azzal, hogy magyarázzuk, meg ülünk, meg gondolunk rá. Mit mond nekik az angyal? Emlékezzél meg azért! Hát, ha érdekel valakit, azok kedvéért elmondom, hogy a görög kifejezés nemoneo, úgy, mint hogy emlékszik, eszébe jut, vagy visszaemlékszik, azonos a héber zakhar szóval, ami hím nemű élőlény, vagy pedig hím, vagy férfi. Talán így mindenki jobban megérti, hogy miért használja oly sokszor azt a szót, hogy emlékezz meg. A férfi és az emlékezz meg ugyanazokból a karakterekből áll. Mivel azért teremtette az embert, hogy emlékeztesse a Földet arra, hogy Elohim létezik, az ember egy emlékmű Elohim számára, egy jel. Emlékezz meg azért, hogy honnét estél ki, és súb, térj meg, az előbbi cselekedeteket cselekedd. Nem gondold, vagy higgy, vagy beszélj, azt mondja, hogy cselekedd az előbbi cselekedeteket. A görög szó metanoeo, egyébként, ami annyit tesz, hogy megtér, vagy megváltoztatja valaki a szándékát, meggondol valamit, vagy pedig megbán. És matanoeo a héberben shub. Emlékezz vissza, hogy mit kellene csinálnod. Csináld azt, amit akkor csináltál, vagy csináld azt, amit még soha nem csináltál, de tudod, hogy tenned kellene. Különben hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyből, ha meg nem térsz. Újra és újra ugyanazt mondja el, jusson eszedbe az első szereteted, szeresd Jahuát, a te Elohimedet, teljes erődből, teljes lelkedből, teljes szívedből, teljes elmédből, emlékezz meg, hogy ehhez milyen cselekedetek társulnak, és térj meg az utadból, és cselekedd azt, különben ő el fog fordulni tőled, és a gyertyatartódat kimozdítja, a nevedet kitörli, és nem fog rád emlékezni. Tisztában vagyok vele, hogy újra és újra ugyanoda lyukadunk ki, de ez a nagyszerű az ő szavában, ezért csodálatos Jahuá szava. Ezért egyszerű az ő szava, mert nem változik meg, és aki kutatja az igazságot, aki meg akarja érteni, hogy mi is az, amiről ő beszél, mi az, amit ő elvár tőlünk, azt el fogja juttatni Jahuá oda, hiszen segíteni fogja. Ő azt szeretné, ha mindenki megérteni, hogy mi az ő üzenete, hogyha mindenki megérteni, hogy mi az igazi szeretet, és legfőbbképpen azt, hogy ez egy csodálatos dolog, amikor az ember megérti, hogy mit jelent valóban megtérni és járni Jahuá útját.
Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallelujah és shalom!